Sziasztok! Az, aki esetleg saját kertjének kevés fájáról főzi egy gyümölcsöt, annak lehet, hogy felesleges beruházni valami nagy daráló berendezésbe, ágaprítóba, és átalakítani azt, hogy vigye a gyümölcsöket, azoknak jó megoldás lehet egy egyszerű aprítószár. Jó fogáson, vaterán sokfele lehet ilyeneket kapni. Festékkeverőszárból is lehet csinálni sajátot, de ez egy kicsit jobban kimunkált eszköz. Mint látjátok, a két vágószár fölött található egy terelő sor, ami lefele nyomja a gyümölcsöt a vágó késekhez, alatta pedig a szélesebb rész, az arra szolgál, hogy megvédje a hordót, ne vágja ki forgás közben a hordó szélét az aprítószár. Ugyanerre való az alján is a meghosszabbított, lekerekített szár, így a hordó alja sem tud kiukadni. Az egészhez egy fúrógép kell, érdemes nagyobb teljesítményt, ez mondjuk egy ilyen 1100 wattos berendezés, kisebb 400-500 wattosok azért szenvednek, főleg ha nem 30, hanem 60 liter cefrét akar az ember egyszerre ledarálni. És hát a trükk az, hogy fröccsögés nélkül lehessen ezt alkalmazni, ez nem más, mint hogy a 30 literes vagy 60 literes hordót kiukasztjuk, rátekerjük, megy rá a fúrógép, és már lehet is aprítani, darálni a gyümölcsöt. Ezek a fajta szárak egyébként egész jók. A barackmagot töri, arra nem érdemes használni, de a szilvamagot, megymagot nem töri össze, arra kiválóan alkalmas. Az almákat is viszi, mondjuk a birs almát talán már nem próbálnám meg, de egy szárazabb almával még elboldogul, és gyönyörűen elpépesíti. Közben, ha hozzáadjuk a pektinbontót, élesztőt, tápsót, ilyesmit, akkor el is keveri. Mindjárt illusztrálom is, hogy hogyan működik. Bepakolom a cefrét, színül, vagy a szilvát, színültig a hordóba, és utána meglátjuk, hogy hogyan teljesít, mennyire lehet mondjuk egy 2-3 perc munkával elpépesíteni, ledarálni a gyümölcsöt. És itt látszik az eredmény. Ez gyakorlatilag talán egy 2 perc keverés volt. Látjátok, hogy a magok épek, tehát nem töri össze a magokat, nem tudom, hogy oda tud-e fókuszálni, igen. Tehát a magokat nem töri össze, szépen összepépesíti. Ha dolgozik egy kicsit a pektinbontó, akkor utána gyönyörű folyós lesz. És akkor gyakorlatilag ezzel a megoldással egy olyan 10 perc alatt 100 kg gyümölcsöt össze lehet turmixolni, le lehet aprítani, és már is erjedhet a jó minőségű gyümölcs.